Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Westworld kibeszélő, a Zoom.hu és az HBO Magyarország közös műsora. Aki pedig itt áll mellettem, az Zsótér Dániel, Zsótér Indi Dániel, a 24.hu színeiben, és ő lesz a műsorunk állandó szakértője. Talán vendég, az pontosabb. Vendég? Igen, az kicsit nagyképű lenne vendég. A szakértő talán. Pedig ugye Danival a Roboraptor blog alapítóiként szerintem igazából belemagyarázhatjuk, hogy van közöd a robotokhoz, és hogy ne maradjon ki, én pedig Mucsicska László vagyok, és üdvözlünk mindenkit ebben a klasszikus műsorban, ami a következő 10 hétben mindig a Westworld aktuális epizódja után egy nappal jelentkezik. És azon túl, hogy kibeszéljük, hogy mi is történik ebben az adott epizódban, minden részben hívunk egy olyan vendéget is, akinek valamilyen köze vagy van a robotikához, vagy a mesterséges intelligenciához, vagy jövőkutató, vagy csak egyszerűen egy olyan geek, akinek van mondani valója ezzel az egész témával kapcsolatban. A lényeg az, hogy szakértő, és vele egy kicsit így elemelten beszélgetünk arról, hogy hová is tart a jövő, és mikor kell valóban attól félnünk, hogy mondjuk lesz egy ilyen Android apokalipszis. Ezen kívül pedig várjuk természetesen a kommenteket, hogyha van bármilyen kérdésetek a szakértőhöz vagy a sorozattal kapcsolatosan, és hát nem tudom, hogy pontosan mikor, de a műsor egy pontján ezekre megpróbálunk válaszolni. Úgyhogy mindenképpen, hogyha van akár az epizóddal, akár az egész évaddal kapcsolatban konteó bennetek, akkor nyugodtan írjátok le, mi pedig igyekszünk ezekre reagálni. Első körben, mielőtt belemennénk abba, hogy mi is volt a második évad első részében, megnézzük azt, hogy az első évadban tulajdonképpen mi történt. Egy nagyon rövid videóban összefoglaljuk azoknak, akik esetleg már elfelejtették, hogy mi is volt ez a sok idővonal, ami ott abban így... Meg egy kicsit magunknak is. Azért az nagy segítség nekünk, úgyhogy ez jön első körben. A Westworld első évadának történetét kiszálazva egyáltalán nem kapunk bonyolult sztorit, amely egy mondatban összefoglalva nagyjából így írható le. Az androidok legyilkolják egymást és alkotójukat, majd 35 év múlva fellázadnak, és másik teremtőjüket is elpusztítják. Kicsit bővebben a következő történik. A Westworld, mint androidokkal felturbózott, vagy nyugati tematikájú élménypark gondolata Robert Ford és Arnold Weber fejéből pattant ki, ám miután robotjaik átmentek a Turing-teszten, utóbbi vissza akart ettől táncolni, mert embertelennek érezte az öntudatra ébredését. És előtt álló androidokat annak kitenni, hogy a vendégek kedükre erőszakolják és öljék őket. Arnold első teremtményét Dolores-t egy Wyatt nevű gonosztevő narratívájával frissítve arra kényszerítette, hogy pusztítsa el az összes androidot, alkotóját és végül saját magát is. Terve azonban nem válik be, a park ettől függetlenül megnyit, és Ford soha véget nem érő loopba kényszeríti az androidokat, hogy távol tartsa őket az öntudatra ébredéstől. A megnyitás után megérkezik a parkba Logan és sógora William, aki az ott töltött idő alatt egyrészt elhiszi, lehetnek érzései a lakóknak, másrészt beleszeret Doloresbe, harmadrészt pedig az átélt kalandok után teljesen megváltozik, és elhatározza, ha törik, ha szakad, ő lesz Logan apjának utódja, a Delos nevű multicég élén, és felvásárolja a Westworldot. Ezzel egy időben Robert megépíti Arnold android mását, és Bernardnak nevezi el, aki azt hiszi magáról ember. Pár évtizeddel később a park megszállottjaként a megöregedett, nejét elvesztő William visszatér ismét Westworldbe, hogy kipróbáljon valami újat. Meggyilkol egy ártatlan nőt és lányát. William ekkor döbben rá másodszor, hogy az androidoknak lehetnek érzelmei. Ezután Arnold utolsó rejtélyének a labirintusnak lesz megszállottja, nem tudván, hogy ez az androidok öntudatra ébredésének metaforája. Közben Ford új narratívát ír, de titkolt célja immár neki is az androidok felszabadítása, ezért úgynevezett ábrándokat telepít beléjük, amik valójában nem valószerűbbé teszik őket, hanem előhozzák régi emlékeiket. Megnevezi, hogy narratívájának főgonosza Wyatt lesz, amit persze senki sem tud, hogy valójában Dolores az. Az updatelt lakók meghibásodnak, sőt erőszakossá válnak, ezért Bernardot, mint vezető mérnököt kirúgják. Kivonják a forgalomból Dolores apját, mert az megbolondult egy fotó láttán, amit korábban William hagyott el a parkban, Maeve, a bordély madámja pedig felébred egy helyreállító műtét közben, ezután pedig egyre többször öli meg magát, hogy a laborban szökését tervezgesse két befolyásolható dolgozó segítségével. Az ügyvezetés közben adatokat próbál kilopni a parkból, mert attól félnek, ha Fordot csak úgy lemondatnák, minden kutatási adatot törölne. Bernard Ford utasítására egy gyilkosságot is elkövet, majd miután ráébred saját android mi voltára, ráveszi teremtőjét, szabadítsa fel elméjét. Charlotte az ügyvezetés
vezető mégis megszerzi a kutatási anyagokat, feltölti Dolores apjának fejébe, majd közli Forddal, hogy jelentse be visszavonulását az új narratíva bejelentésének estéjén. William a labirintus kulcsát Wyatt felkutatásában látja, de miután Dolores találja meg, az viszont semmit sem tud, dühössé válik és el akarja pusztítani. Megdöbbenésére Dolores ellenáll, sérülést okoz Williamnek, de közben halálos sebet kap. Teddy karjaiban a parton hal meg, ekkor derül ki, hogy ez Ford új narratívájának utolsó jelenete is egyben. Záró beszédében felszabadítja az androidokat, akik Dolores-szel az élen módszeresen végezni kezdenek a Délosz vezetőségével, többek között Forddal is. William végignézi az esetet, és vigyorogva konstatálja, megkapta, amit akart, az androidok végre visszavágnak. Négy fő megválaszolatlan kérdés maradt az első évad végére, Dolores és társai valóban öntudatra ébredtek-e, vagy csak Ford programját követik, a majdnem megszökő mév miért tér vissza, hová tűnik Peter Abernethy, valamint a többi forgalomból kivont android, illetve milyen szerepe lesz a szamuráj robotoknak. Hát ez volt az első évad összefoglalója, és most megpróbáljuk egy kicsit ilyen szakszerűen, vagy valahogyan kicsit így szegmentáltan összefoglalni, hogy mi is volt ebben a második évad első részében. Úgyhogy ehhez így állandósítani fogunk egy ilyen mágnestáblát, és vannak fotóink, amiket így el fogunk helyezgetni itt, hogy lássuk, hogy miről is van szó. Szerintem első körben azt kell tisztázni, hogy annyi segítségünk van már, hogy láttunk egy első évadot, aminek nagyjából megismertek ugye a szerkezetét. Most szerintem ezzel a tudással felvértezve az első rész alapján már könnyebben neki lehet vágni a második évadnak, de gyanítom, hogy meg fog fordulni ez a nagyon egyszerű narratíva nagyjából a második biztos. Részben. Tehát, hogy ebben a részben ugye volt nagyjából három időség, de egész biztos vagyok benne, hogy ennél jóval több lesz a jövőben. És akkor, egyenes vonalat, mondom, ez hol egyenes? Hát egy ilyen kb. Egyenes vonal, és határozzuk meg az origóját ennek, az origóját ennek az egésznek, ami mondjuk legyen maga a lázadás, a mészárlás, igen. És akkor ehhez képes fogjuk jobbra és balra, tehát a kvázi jövőben, meg a nem kvázi múltban. Nem túltávoli jövő és a távoli, illetve nem túltávoli múlt. Ugye? Tehát az igen, három idővonal. Igen, tehát hogy ez a három idővonalunk van. Nem idővonal, bocsánat. Egy idővonalunk van, viszont három történés van. A múltban, a nem olyan távoli múltban... Ez húzhatom én? Húzd. Igazából ebben az epizódban egy olyan rész volt, ami egészen biztosan legalább 30 éve történt, az pedig az, hogy még Arnold beszélget Dolores-szel, és elárulja azt, hogy ő mennyire nagyon-nagyon fél attól, hogy itt majd egy ilyen öntudatra ébredés meg fog történni, és szerintem pakold is oda Arnold Bernardot. Tehát itt még Arnoldról beszélünk. Elég valószínű, igen. Bár szerintem, tehát hogy itt már akár gondolhatjuk azt, hogy nem. De ezt majd szerintem... Második részből talán ez bizonyos. Ne zavarjuk össze magunkat sem. Kb. 30 vagy 35 évvel ezelőtt van egy Arnoldunk, aki beszélget Dolores-szel. Ez tuti biztos, baromira fél attól, hogy öntudatba ébred. Rögtön ugrunk nagyon sokat, és látjuk a mészárlás utáni pillanatokat, úgyhogy szerintem ezeket pakolgassuk föl. Rendben. Első körben ugye azt, hogy a teljesen zizi állapotban lévő Bernard az Charlotte-tal megpróbálja megtalálni a kiutat ebből a lehetetlen helyzetből, és hát ugye találnak, vagy nem találnak, hanem Charlotte pontosan tudja, hogy hova mennek, egy titkos ilyen főhadiszállásszerűségre, ahol nagyon creepy drón hostok jelennek meg. Őróluk van szó, akik ugye azért érdekesek, mert azt láthatjuk rajtuk, hogy ők is androidok, ugyanakkor, mivel nincsen arcuk, ezért valószínűleg csak egyetlen funkcióra vannak programozva, arra, ami egyelőre nem nagyon tudunk pontosan, hogy mi az, és a laborban végzi, de köze van a vendégek DNS-éhez. Ezzel párhuzamosan, ugye itt van nekünk a Man in Black, William, aki végre elért odáig, hogy az imái meghallgatásra nyertek, és végre most már van tétje mindennek, visszalőnek az androidok, és tulajdonképpen egy új játékba csöppen, eddig a labirintus kereste, most meg már az ajtót fogja. Aztán itt van nekünk Maeve és az író fiú, akinek a neve Lee Sizemore, akik ugye találkoznak, és erre fogunk később beszélgetni egy kicsit, hogy Maeve vajon tényleg csak a lánya miatt fordul-e vissza Westworldbe,
Vagyis, hogy ez a lány miatt való visszafordulás, ez egy programnak a része inkább, vagy már egy tudatos döntés, ami, hát szerintem ebben a részben ezt megint csak nem lehet még megválaszolni. Egyáltalán nem tudjuk. Viszont van nekünk még egy Doloresünk és egy Teddyünk. Szerintem Teddy ide? Ide. És a Dolores tulajdonképpen ilyen Terminátor üzemmódba kapcsol, és elkezdi kiírtani a Westworld-ben lévő embereket. Teljesen érthetetlen. Annyira nem. Nem, de mindenképpen fura. És akkor van a két héttel ezek után történő események, amikor már megtalálják ugye Bernardot a parton, méghozzá a Délos különböző szakemberei, itt van ez a Stubbs nevű figura. Stubbs nevű figura, itt van ez a hölgy, akinek nem tudjuk a nevét, de nagyon jó a haja. És nagyon jó a haja. És a leges legvége, ugye az egész sztorinak pedig az, hogy kiukadnak egy újabb tengerparton, ami pedig nem tudjuk, hogy hogy termett oda. Nekem van egy gyanúm, meg van egy tippem, hogy hogy termett oda egyébként. Na, akkor menjünk. Persze, hát azért van a műsor. De hogyha nektek is van, akkor írjátok le, és akkor majd összevetjük a sajátunkat. Úgyhogy ezt közben meg is nézem. Egyfelől az van, szerintem, hogy ugye az előző évad vége fele a Ford ilyen óriási terraformáló, markoló gépekkel vág egy nagy lyukat a földbe, viszont az a tenger meg is jelenik annak az évadnak a végén. Ugye annak a partján hal meg Dolores, és tartja a kezében Teddy. Az nem ugyanaz a két tenger. Akkor viszont ez három tenger? Nem. Akkor viszont, hogyha nem az a tenger, illetve nem azt válta ki Ford, akkor lehet, hogy amint kiváltjuk, azt most látjuk. És annak a partján állnak. Jó, mondjuk ezt már jobban el tudom képzelni, hogy itt a terraformálás közepén van hát valami. Hát valószínűleg a narratíva, az amit ugye elméletileg létrehozott Ford, az lehet, hogy ott nem fejeződött be valójában, és hát azért legyünk őszintén magunkkal, ki hinne Fordnak. Tehát, hogy végig kamuszta az egész évadot, igazából ő rugott gólt mindennek a legvégén, meg akkor is, hogyha egyébként meghalt. Szóval szerintem Fordnak van köze ahhoz a tengerhez, ez egészen biztos. És ugye nagyon fontos, amit Bernard mond arról a tengerről. Mégpedig? Hát hogy az, hogy a benne felgyülemlő halott androidokról ő tehet valószínűleg. Ja igen, hogy azokat ő ölte meg. Ami valószínűleg majd ugye nem válik el most nagyon egymástól, úgyhogy egy picit húzzuk is odébb. Itt, ezen a szakaszon, amit még nem tudunk, hogy micsoda, egy másik színnel csináld. Hát, jó az így. Itt fog kiderülni, hogy mit is csinált Bernard. De ezen kívül még nekem van egy pár kérdésem. Tehát például, ha már itt vagyunk a vizes témánál, akkor látunk beexponálva egy hullát a vízben, ami nagyon-nagyon megmutat a kamera, de igazából marhára nem tudjuk, hogy kicsoda. És az internetek népe azt mondja, hogy az Teddy. Szerinted Teddy? Van most ezen a ponton jelentősége, hogy az vajon Teddy-e vagy sem? Inkább ezt tennél fel. Igen, akkor Bernard esetleg megpróbálta eltenni láb alól Doloreszt és Teddyt is, és Teddyt egészen biztosan sikerült. Szerintem Dolores próbálta meg eltenni láb alól Teddyt. Mondjuk ezt jobban el tudom képzelni. És tudod miért? Mert hogy Teddy folyamatosan óbégat, amiatt, és moralizál. Hogy hát azért ne öljünk már embereket, meg hogy kerülünk ebbe a helyzetbe. Viszont vajon kit akar neki megmutatni Dolores? Erre van-e tipped? Nincs. Arra nincs. Erre most nem is nagyon emlékszem. Akkor, amikor a naplementében csókolóznak, és megérkezik az a lány, akinek a képét ugye ott látjuk kiállítva. Igen, Dénes akár oda is fordulhat, hogy megmutassa. Aki picit úgy néz, mintha valamit nem értene. Igen. Most. És hát ugye ez a hölgyem, ja meg közben Tóth Csabát is láttátok itt, ő a vendégünk majd. És egyelőre még kizártuk a beszélgetésből, de majd még bele is fogunk foglalkozni. Tehát ott volt az a leányzó, aki ugye kettő szerepet játszik ebben a sorozatban. Egyrészt a múltban ő volt az, aki Williamet bevezette a Westworldbe és elmondta neki a szabályokat. Másrészt meg lett belőle egy ilyen szintén lakó. Hát a Wyattnek az egyik embere lett ugye az előző évad végén. Ugye a Wyatt az a figura, aki egy elég nagy mészárlást végez, nem tudom pontosan melyik városban, és amely mészárláshoz van köze Teddynek, és amely történetet aztán Doloresbe injektálják az írók, és végül is Doloresnek ez a Wyatt történet van jelenleg a fejében, illetve volt korábban,
És illetve ez egy kérdés, hogy most a Wyatt történetet követi, vagy ez már az öntudatra ébredés? Hát ugye azt az ő elmondja ebben, amikor ott az akasztásos jelenet van, hogy igazából a fejében ott van a farmernek a lánya, ott van a Wyatté, meg egyébként minden más is. De hogy ugye nagyon eltettem attól, hogy mikor történik ez a jelenet, amikor ez a csaj megérkezik, és azt mondja, hogy itt elég ebből a kellemes légyotból, menjünk el, mert hogy itt van az a valaki. És akkor mondja a Dolores a Teddynek, hogy gyere, mutatnom kell neked valakit, hogy megismerd az igazságot. Akkor van egy tippem, hogy ki lehet az, akkor az az öreg Abernathy lehet. Hiszen most ugye úgy néz ki, hogy a szereplőink, legalábbis Bernard és a Valkyr a Thor Ragnarökből, a Tessa Thompson nevű színésznő... Charlotte elárulja Bernardnak, hogy van egy személy, akiért cserébe ki fogják őket menekíteni, és ugye erről a személyről egyfől talán el is mondják, de mindenképpen feltételezhető, hogy minden info benne van. Hát igen, az előző évadban szépen beleraktak minden infóból. És hát ugye ez volt az öreg Abernathy papa, aki Doloresnek az apukája, még hogyha emlékeztek egy ilyen hintaszékben ücsörgő, verandán ücsörgő, jóképű 50-es fickó. Na, akkor van két kérdésem a parkkal kapcsolatban, hogy egyrészt hol van a park, mert hogy az epizód elején ugye elhangzik ez a kopasz úriember, aki most itt Oberstroman Führerként megérkezik, és elmondja, hogy most én vagyok itt most a góré, és ő beszélget egy kínai úriemberrel, akinek azt mondja, hogy a kormánya az felhatalmazást adott arra, hogy itt most én parancsoljak. Tehát, hogy az előző évad kapcsán volt egy ilyen konta, hogy lehet, hogy a Marson van a Westworld, vagy a Holdon. Most már inkább úgy tűnik, hogy valahol Kína partjainál. Ha csak nem Egyesült Kína és az Egyesült Államok. Nem tudjuk szerintem egyelőre ezen a ponton, hogy hol van Westworld. Ugye az is felvetődik, hogy valójában hány park van például. Ez lett volna másik. Ezek a parkok például hogyan helyezkednek el egymás alatt, fölött? Mert ugye a Shogun World, az talán minthogyha lifttel kellett volna felfelé menni. Az félrevisz, mert ott csak tárolták a Shogun World tagjait, szóval hogy szerintem nem biztos, hogy ott ilyen szintek vannak. Igen, szóval abból kell indulni, hogy mekkora lehet a Westworld területe. Hány hex, nem tudom meg. Tehát hogyha van például tippetek arra, hogy mekkora lehet Westworld, akkor az alapján mondjuk nagyjából elhelyezhető mondjuk a földbolygón, hogy fér el még úgy, hogy ez ne zavarjon másokat. Hát figyelj, szerintem legalább egy ilyen fél Dunántúlnyi terület, mert hogy az előző évadban emlékezz vissza, amikor a Dolores meg a Teddy, a Dolores meg a William vonatoznak, akkor két napig vonatoznak mert csak nem körbe-körbe mentek, úgyhogy viszonylag nagy lehet. Igen. És hát ugye a másik kérdés, hogy tényleg hány ilyen kalandpark van mostani ismereteink szerint, 6 biztosan van, mert ugye elhangzik az epizódban, hogy a 6. parkról beszélünk, ami a Westworld, és hát emellett ugye az előző évadban belengedték a Shogun World-öt. Tehát az már 2. És hát van nekünk egy bengáli tigrisünk, ami ott van megdögölve, tehát hogy valami indiai tematikájú park is lehet. Igen, végül is lehet India, nem tudom, hogy hol vannak még tigrisek a világban. Hát vannak több helyen, mert Szibériában is van, meg nem tudom, de hogy ez nem egy szibériai tigris volt, hanem egy bengáli tigris. Tehát ez mindenképpen valami indiai. Tehát igen, tehát mindenképpen ilyen hindusztáni történet. Király. Szerintem, hogyha azt mondjuk, hogy minimum 6 park van, akkor melyik lehet a másik 3? Vagy mi lehet a másik 3? Hát ugye erre csak így találgatni tudunk, hogyha a 73-as filmet vesszük, ami ugye alapjául szolgálhat ennek a sorozatnak, akkor igazából még lehet egy római, és lehet egy középkori. És a 6. meg legyen a Jurassic Park például. Az jó lenne. Azon a legkirályabb. Azt írja Tina, hogy Abernathy fejében lévő infókért cserébe jönnek majd a nem túl távoli jövőben megmenteni az embereket. Legalábbis azt mondja a csaj Bernardnak, szóval amikor már a jövőben vagyunk, és jöttek megmenteni az embereket, akkor már valószínűleg megkapták Abernathyt, és Bernard megölhette Teddyt, azért, hogy megszerezze Abernathyt. Tehát van egy olyan ötlet, hogy Bernard ölte meg Teddyt. Igen. Ugye? Igen. De hát, szerintem semmivel nem, hogy mondjam... Hát de figyelj, tehát hogy ez mondjuk így nagyon nem viszünk előre, tehát hogyha az az alapvetés, hogy ott van sok android a tengerben, amit mind a Bernard ölt meg, akkor értelemszerűen a Teddyt is ő ölte meg, hogyha feltételezzük, hogy az a hullat Teddy. Aha. De mondjuk ez az okfejtés, ez egészen jó az Tetszik, de én szerintem...
várjuk ki ennek a végét, azért a Westworld már mutatott be ügyes csavarokat. Jó, akkor még gyorsan kettőt pörgessünk végig, hogy ebben a bizonyos helyen, ahol megérkezik a Bernard és a Charlotte, ott mi történik? Tehát például miért őrzik a vendégek DNS-ét? Miért van egyáltalán Bernardnak DNS-e? Ez volt szóval az egyik legjobb, amiről itt tök sokat beszélgettünk. Ugye két opciót vázoltunk fel. Az egyik, hogy azért gyűjtik a vendégek DNS-ét, mert ezeket a DNS-eket használják fel a későbbi android testeknek az elkészítéséhez. Vagy, és nem vagyok benne biztos, hogy jól fogom mondani, hogy ezeket a DNS-eket azért tárolják, mert a DNS őriz valamilyen fajta emléket arról, hogy milyen volt az adott vendég abban a parkban, és ezáltal tökéletesítik aztán az androidokat, illetve magának a parknak az élvezhetőségét. Hát tulajdonképpen ez egy olyan Google alkalmatosság, ami nem csak a kereső szavaidból, meg az egyéb szociális tevékenységeidből von le következtetéseket arra nézve, hanem egyéb ilyen dolgokból is, igen. Ami mondjuk így elég menő. És én továbbra sem vagyok hajlandó elhinni, hogy egyébként a Ford meghalt. Nem. Figyelj, az annyira egyértelmű volt, hogy másznak ki a kukacok a fejéből. Persze, ez igaz, de én azt hiszem, hogy az első évadban is olyan sokszor hangzik az el, hogy itt van egy mögöttes háttér, elképzelés arról, hogy miket kéne csinálni itt ebben a parkban. Én azt hiszem, hogy az emberek tudatának android testbe ültetése lehet ez a mögöttes sztori. Vagy ez még csak egy szándék szerintem, nem? Lehet, de mondjuk a Ford van annyira fifikás csóka, hogy valószínűleg ezt már meg tudta oldani. Plusz ugye kivel találkozott a fekete ruhás fickó? Ja, hát igen, a kis Robert Forddal. Aki Robert hangján beszélt, Robert gondolataival. Robert gesztusaival. Igen, tehát hogy igazából ez az elmélet sincsen kizárva. Szerintem ez lenne most ugye a legfarább. Vagy megfejtettük az évadot, és akkor meg szomorúak vagyunk. Viszont hadd dobjak be így a végére egy ilyen nagyon elcseszett konteó. Igen, ezt mondtad, ezt várom, igen. Na, szóval, hogy szerintem minden adásba dobjunk be valami ilyet, amit olvasunk. A következőben majd te készülj valamivel. Az, hogy a Bernard fejében van egy ilyen gondolat arról, hogy van a kisfia, a Charlie, aki meghalt. Igen. Charlie valójában nem Charles, hanem Charlotte. És valójában ez a leányzó itt Arnold lánya. És azért van egy ilyen ellentét Ford és Charlotte között, mert valójában itt volt egy ilyen történet a háttérben. Ez egyébként ott bukik, szerintem, ez a egyébként klasszul hangzó elmélet, hogy Charlie egyenlő Charlotte, hogy ha kb. Mindent átvett a Ford, ami Arnold, és a fizimiskáját is, akkor mondjuk Charlotte miért nem ismeri föl, hogy bakker, ez most az én apám. Lehet, hogy elszakították gyerekkorában. Vagy valóban az ő lánya, de mivel ugye azt tudjuk, hogy Bernard gyereke meghalt, ezért lehet, hogy a tudatának csak azt a részét mentették le, ami mondjuk a halál utáni tudata. Na jó, ez már nagyon. Van egy film, a jövő következő adásban utána nézik, ami erről szól, hogy rögzítik egy ember halálának pillanatát a fejében, és az még egy érdekes sztoriszál lenne. A halál utáni élet átültetve egy robottestbe. Hú, felállt a szőre általában magam, ez kemény. Várjál, jött egy újabb komment. De hát Charlotte az William lánya. Ezt hogy? Tina, ezt mire alapozva mondod? Ezt fejtsd ki bővebben. Mert Charlotte-nak hívták volna a lányát Williamnek? Mondjuk ugye ezt már... Egy kicsit lefagytunk most ettől, igen, az információtól. És egyébként ez nem lenne, hogy mondjam, tehát hogy... Egy picit még megdöbbenéssel kezeljük a vegyes házasságokat a hollywoodi filmekben, és még tudnak fordulatként működni. Lásd a Pókember filmet, amire nem mondok többet, ez két éve volt, tudod mire gondolom? Tavaly volt. Tavaly volt, igen. De vágom, hogy mire gondolsz. Szóval, hogy ez tetszik, oké. Jó, Tina, írd le, hogy mire gondolsz, hosszabban. Mert ezzel most így megfogtál minket. Viszont szerintem itt, ezen a ponton, most akkor foglalkozunk egy kicsit a másik témánkkal, és akkor most Tóth Csabával fogunk beszélgetni, aki ugye a Republikon Intézet vezetője,
emellett az ERTE AJK oktatója, és hát többek között a sci-fi politológiája, illetve a Fantasztikus Világok szerzője per szerkesztője. Úgyhogy vele fogunk most beszélgetni a mesterséges intelligencia, robotika és egyéb témakörökben. Úgyhogy Danit kérlek, hogy te is ülj le, és akkor foglalkozzunk is ezzel egy pár szóban, hogy ugye a különböző hollywoodi sci-fi-ben, sorozatokban elég fura, vagy eléggé eltérő módokon foglalkoznak a mesterséges intelligencia értelemre ébredésével. Mi van még emellett? Tehát, hogy mindenképpen csak az lehet, hogy lesz egy android lázadás. Ugye itt se android lázadás van, hanem azért ez egy kicsit bonyolultabb ennél. Hát az androidok akarnak maguknak egy saját világot. De klasszikusan szerintem két iránya volt ennek, volt ugye Data és a Star Trek, az Android jó, az Android szeretne emberré válni, tulajdonképpen olyan, mint mi, és a másik véglet ugye a Terminátor, a lázadás, minden embert el kell pusztítani. Ez azért szerintem valahol a kettő között van, amit a Westworldben látunk, egyszerűen azt mondják az androidok, hogy hát ugye van egy nagyon érdekes jelenet ebbe a részbe, ahol azt mondja Dolores, hogy hát itt vannak körülöttünk mások, akik más fajták, mint mi. Tehát tulajdonképpen úgy reagál szinte, mint egy ember, azt mondja, hogy vannak akik nem olyanok, mint mi, és hát tulajdonképpen mi a természetes reakciónk, nem biztos, hogy szeretjük őket, de azért ez nem egy ilyen intuitív lázadás, mint a Skynet, aki jön, elpusztít mindenkit, aki ember, azt meg kell ölni. Ez a két véglet volt, és ahogy a mindenben egy kicsit bonyolultabbá, kicsit szofisztikáltabbá kezdenek válni a hollywoodi alkotások. Emlékeztek az előző évadban arra, amikor van egy jelenet, hogy Maeve-nek bemutatja az egyik ilyen hentes csávó, hogy de hát ez a lázadás beléd van programozva. Nekem most, hogy mondtad, például ez most bennem felvetődött, hogy mi van, hogyha Ford ennyire előre programozta be igazából Dolores-t, és ez még mindig csak az volt, hogy van a bármester, és vannak a bábjai, csak azért nem tudom, ez egy kicsit nagy retorzió lenne egy ilyen céges összeveszésre, nem? Igen, meg ugye egy idő után azért nem lehet mindent előre látni, tehát azért annyi véletlen dolog történik itt is, hogyha pont úgy menne, vagy pont nem úgy menne, akkor másképp történne. Szóval ennyire nem lehet ezt előre látni, de hát ez persze visszavezet ahhoz, hogy most akkor a Ford éle még, vagy nem, hát talán inkább nem. Szóval tényleg az a kérdés, hogy bele van-e programozva, vagy nem, és az a kérdés, hogy vannak-e olyan helyzetek, ha egy kicsit áttérünk általában erre a kérdésre, vannak-e olyan helyzetek, ahol két robot, két android ugyanazon információból, ugyanazon programozás, ugyanazon algoritmus mellett más döntést hoz. Tehát, hogy tényleg teljesen kiszámítható-e, algoritmizálható-e minden egyes döntése, vagy nem, ugye nekünk nem algoritmizálható. Azt gondoljuk, hogy két ember nagyon hasonló élettapasztalattal, nagyon hasonló körülmények között is tud más döntést hozni egy adott helyzetben, átmegy a járdán, vagy nem. Melyikünk az, aki meg tudja jósolni azt, hogy egy közlekedési helyzetben átmenne egy adott járdán ugyanolyan feltételek között? Lehet, hogy egyik nap igen, másik nap nem. Lehetnek ugyanilyenek a robotok is. Ez az a kérdés szerintem, amit itt feszegetni fogunk, vagy feszegethetünk. Hát igen, ugye ez amire célzol, ez az úgynevezett trolley problem. Így van. Hogy ha megy egy gyorsan száguldó, valamilyen kötött pályás jármű, és a sineken vannak öten, és te ott vagy fönt a hídon, aki látja ezt, hogy meg fog történni a baleset, és neked módodban áll elirányítani ezt a bizonyos kötött pályát, de a másik kötött pályán ugyanúgy van egy darab ember, akkor most így hogyan döntesz? Hogy azt az öt embert fogod elpusztítani, vagy azt az egy embert fogod elpusztítani? És akkor nyilván itt első körben az merül föl, hogy lehet, hogy az egy ember élete az kevésbé fontos, mint öt ember élete. De mi van, hogyha az egy ember például híres ember, vagy sokat tesz a társadalomért, vagy mondjuk az anyukád, akkor mit teszel? És egy ilyen helyzetben mit tenne egy android? És ugye régebben talán úgy gondoltunk ezekre, sőt sokan meg ma is úgy gondolnak ezekre, hogy ezeket valahol egy programozó kitalálja. Van egy Matrix, és akkor szépen végigjátszunk mindent. De ugye nem így működnek ezek ma már, hanem úgy működnek, hogy nagyon sok tesztet futtatnak le, és ahogy az emberek többsége dönt, úgy döntenénk. Ugyanolyan, mint amikor beírjuk a Google-ba, hogy valamit fordítson le. Ha azt a szót már nagyon sokan beírták, akkor könnyebben lefordítja. Ha még soha senki, akkor nem fogja tudni lefordítani. Pontosan ezért a mesterséges intelligencia kutatói most is azon aggódnak, hogy hogyan reagál egy robot egy olyan helyzetben, amire még senki se gondolt, ami nem modellezhető ilyen értelemben, még sem soha nem fordult elő, hogy a négy emberből egy híres szereti a kutyákat, de közben a tulajdonos meg nem szereti a kutyákat, és ráadásul még van a fején egy kígyó, és Fordnak hívják, akkor elütöm-e vagy nem, mert ezek ugye mind szempontok lehetnek a valós döntéshozatalnál, hogyan tudja ezeket mind belekalkulálni a robot, hogyan viselkedik váratlan helyzetben. Mondjuk az önvezető autóknál pont ez egy nagyon konkrét probléma. Ezt akartam mondani, hogy ugye ez nem régen volt is ebből egy hír, hogy az első önvezető autó
baleset megtörtént, mivel a robotpilóta későn reagált arra, hogy egyébként egy szabálytalanul közlekedő biciklis bevágott elé. Na most szerintem az is egy olyan helyzet, ahol el lehet kezdeni moralizálni, hogy most a biciklisnek volt-e felelőssége, az autót programozó tudósoknak, vagy esetleg a volán mögött ülő egyébként az útra nem figyelő sofőrnek. Beszélgettem egyszer egy mesterséges intelligenciával foglalkozó, egyébként magyar emberrel, aki azt mondta, hogy szerinte az, amikor egy mesterséges intelligencia egy olyan döntési helyzetbe kerül, hogy tehát ugye egy mesterséges intelligencia nem jó és rossz közül dönt, azt szerintem nagyon fontos eldönteni, hanem a lehető leglogikusabb választ fogja adni a saját maga által feltett kérdésre. De ugye ehhez csak úgy jut hozzá, hogyha, ahogy a Csaba mondta, már millió meg egy darab lehetőséget lepróbált, viszont ezek a lehetőséget végtelen számol, amiből számomra egyébként az következik, hogy nem lesz olyan, hogy a mesterséges intelligencia valaha el fog érni egy ilyen tökéletes szingularitást, és effektíve mondjuk a fejünkre nő, vagy jobban dönt majd nálunk, és éppen ebből vezetném én azt le, hogy bármilyen menő lenne egy zombi apokalipszis mellett, egy android fellázadás, ha lesz ilyen, akkor ez nem a filmben látható módon fog megtörténni. Picit elébe mentél a dolgnak, de akkor a te válaszodat most már tudom. Csaba, szerinted kell-e félnünk a robotoktól, az MI-től, legalábbis olyan formában, mint mondjuk, ahogy a Westworld-ben jelenik meg? Szerintem kell félnünk, de nem úgy. Az atomháborútól is kell félnünk, az emberi butaságtól is kell félnünk. Kicsin múlt, hogy meg nem nyomták azokat a gombokat, amiknek a hatására lehet, hogy egyikünk sem ülne majd. Mindentől kell félnünk, minden új technológiától kell félnünk, de ki tudjuk találni azt is, hogy hogyan lehetne ezeket megoldani. Ha válaszolhatok egy picit még az önvezető autóra, mert szerintem a másik érdekes kérdés, amiről kevesebbet beszélünk, hogy miközben általában oda jutunk, hogy az emberek többsége azt mondja, hogy hát persze, én akár magamat is feláldoznám 10 ember érdekében, mit mondanak még? Én persze soha nem vennék ilyen autót. Hát nem venném meg azt az autót, ami így van beprogramozva. A felelősséget valójában nem akarja vállalni. Hát szerintem ez a helyes, de közben meg ezt nem venném meg. Egyébként ez a Westworldben is érdekes. Nekem az egyik nagy problémám mindig az a Westworld-del, ha szabad ilyet mondanom, hogy azért ez egy nagyon drága üzem, ezek a parkok. Tehát akik ezt ki tudja fizetni, az szerintem nem biztos, hogy az a hát kicsit egyszerűen gondolkozó ember lenne, akik a kivéve a főszereplőinket vannak ott és ott sétálgatnak, tehát ezek üzletemberek, bankárok, lehet, hogy tervezők, de szerintem sokkal okosabbak lennének az ott beküldött emberek, mint amilyennek le vannak festve. Egyszerűen azért, mert aki ennyi pénzt ki tud fizetni, persze lehet, hogy Playboy örökölte, vagy éppen a Fordnak a rokona, vagy éppen nem tudom, a miniszterelnök rokona, és azért tud bejutni könnyebben a parkba. Amerikáról beszélünk, persze, ahol csak elnök van. De minden esetre egy nehéz dolog lenne, egy bonyolult dolog lenne ide bejutni. A gazdasági dimenzió eddig még nem nagyon vetődött itt fel, hogy hát ki tudná ezt kifizetni. Valami mintha elhangozna egyébként az első évadban. Nagyon drága valami. Napi 40 ezer dollár. 40 ezer? 40 ezer. Én nekem mindre. Kicsit megkezdtem örülni, mikor a 40 dollár hallgattam. Nem, ez napi 40 ezer dollár, úgyhogy... Hát inflációval együtt, ha a jövőben tényleg, van. Tényleg egy viszonylag drága mulatság. Ráadásul, tehát hogy az, amikor elhangzik, hogy 40 ezer dollár, az a jövőnek a múltjában történik, tehát igazából akkor, amikor a lázadás történik, akkor igazából ott már valószínűleg még drágább. Mert hogy ahhoz képest is eltelik 30 év, igen. Úgyhogy ez egy elég horribilis vállalkozás valóban. De ha már a gazdasági oldalnál tartunk, akkor egy másik ilyen közkedvelt okoz, Csaba nagyon szereti, elveszik-e a robotok a munkánkat, avagy nem? Persze, hogy elveszik, de hát ha lesznek újak. És még egy dolgot tudtunk, aminek ti örülhetek, szerintem a műsorvezetői, szerkesztői munkát kevésbé fogják elvenni. Yes. És a politológus is se fogják elvenni, sőt, pláne nem, a politikusi munkát nem fogják elvenni, döntéseket hozni, tervezni ezeket a robotokat, az, amit egyébként később fognak elvenni. És valószínűleg még egy hírem, aminek én személy szerint nem örülök, tudjátok, közhely, de hát ha nem mindenki tudja, a robotoknak az könnyű, ami nekünk nehéz, és az nehéz, ami nekünk könnyű. Az agyunk az evolúció révén évmilliók alatt egy csomó dolgot tudott kitalálni, tehát mondjuk a kézügyességünk az, ami sokkal könnyebb sok szempontból, az agy-kézkontroll, ami egy egyszerű dolognak tűnik, nekem nem is olyan nagyon jó, ezért nem vagyok nagyon boldog. Egy robotnak ez sokkal nehezebb lenne, most van valami IKEA bot, az a funkció, hogy IKEA szerelvényeket szereljen össze, én sem lennék benne nagyon jó. Sokkal nehezebb nekik, mint sakkozni. Sakkozni könnyű, algoritmizálható, csak 200-2000 éve van. Kézt használni, agyat, kezet összerakni, futni, mozogni, ezek az evolúció
evolúció révén évmilliók alatt fejlődtek ki az agyba. Ez azért érdekes, amit mondasz, mert ugye közben meg a jelenünkben azt látjuk, és egyébként a háttérben futó laptopokon is ezt látjuk, hogy robotokat kifejezetten elsősorban jelenleg kizárólag fizikai, hogy mondjam, hasznosságra terveznek. Tehát mit, ott van a Boston Dynamics-nek ez az egyik nagyon király kutya robotja, ami mindenen átmegy, talán jobban átmegy mindenen, mint az ember, és itt van ez a sétáló robot, aki meg feltételezem, hogy elég nagy tömegeket képes vinni a hátán. Én ezért egy kicsit vitatkoznék azzal, amit mondasz, hogy a robotok olyanokat fognak tudni, vagy nem fognak tudni csinálni, amik mi viszont igen. Én nem tudok hosszú kilométereken keresztül 100 kilókat cipelni. De pont ezt mondtam. Az a könnyű nekik, ami neked nehéz. Ami nekünk nehéz. És az a nehéz neki, amik neki könnyű. Az, hogy ezt nagyon jól tudja csinálni, de ha oda mennék és azt mondanám ugyanennek a robotnak, hogy legyen kedves, vegye azt a sárga kis filctolat, vegye le a kupakját, és érintse meg a begyét, nem tudná megcsinálni ez a robot. Oké, de akkor miért tudnak sakkozni? Tehát nem... mert az egy más típusú, az ugye az egy algoritmizálható, könnyebb dolog. Persze átgázolod mindenen, és persze a robotlázadásról félünk, akkor nem kupakokat kell levenni, hanem átgázolni adott esetben bármelyikön. Magyarán azok a fajta készségek, aminek az embernek az intuíciója van szükség, művészet, gondolkodás, nem tudom, a maga a kreativitás egyáltalán. Igen. Ezek, amik szerinted a robotok nem fognak tudni minket utolérni. Én meg azt állítom ezzel szemben, hogyha egy robotnak bármilyen, vagy nevezzük inkább mesterséges intelligenciának, bármilyen megfordul a fejében, hogy leigázza az emberiséget, nem tudjuk, hogy miért tenne ilyet egyfelül egy mesterséges intelligencia, akkor nem hiszem, hogy hosszú kilométereken keresztül sétáló robot testben tenni ezt meg. Így van, ebben igazad van. És igazából én ebből, ugye, talán Stephen Hawkingnak volt ez a gondolat, hogy azért kell félni a mesterséges intelligenciáról, mert valójában nem tudunk róla igazán semmit. Ez így van. És bármit megtanulhatnak, ez valószínűleg nem most lesz egyébként, de lehet, hogy már megtanulták. Tehát, hogy ez szerintem, ez nagyjából innen kezdődik a science fiction része. Viszont legyen egy tippjáték a végére, és akkor ezt kb. Így az összes adásban majd megcsináljuk, és akkor a végén igazából egy ilyen statisztikát vonunk belőle, hogy ki a legoptimistább és ki a legpesszimistább. Tippeljétek meg, mind a ketten, meg én is, hogy szerintetek, mit gondoltok, milyen messze állunk a valódi Westworld típusú robotoktól. Mikor jöhet az el, hogy ilyen jellegű megszólalásig hasonlító mesterséges intelligenciával bíró lények léteznek. Én előtte még Savától kérdeznék egyet, hogy ez alapján, a kérdés alapján, meg az általad felvetettek alapján mi hárman elvileg nem vagyunk androidok, ugye? Szerintem nem. Szerintem nem. Az operatőr lehet android? De hát nem beszéltünk még vele. Viszont egy igazából programozható feladatot. Könnyebb megállapítanom róla, hogy android-e vagy nem, mint rólad. Ez ennek feltétlenül örülök. De lehet csak a gondolatmenetedet követem nehezen. Arra próbálok ezzel utalni, hogy vannak-e ettől függetlenül olyan emberi munkák, és most kifejezetten nem a gyártósor melletti átsorgásra gondolok, ami az kell valami fajta intuíció, de ugyanakkor általában is egy ember szokt elvégezni, szerintem az operatőrködés, a vágás tipikusan ilyen dolgok, de közben ezeknek is van valamiféle logikája. Minden algoritmizálható, a kérdés az, hogy milyen jogosítványt adunk át, mert például a döntés, a moralitás, az lehet, hogy azt is lehet algoritmizálni, de nem biztos, hogy valaha hajlandóak lennénk erről lemondani, minden más tanítható, moralitás nehezebben. Én nem tudom, valaha eljutunk-e ilyen típusú robotok, ezen vita van, de én inkább azt mondanám, hogy a hosszú táv, tehát 50-100 év között fogunk eljutni ideig. Terminátort pár éven belül már tudhatunk csinálni. Én ennél pesszimistább vagyok. Jó, tehát akkor... Én mondjuk 75 évet mondtam, ugye? Én azt mondtam, hogy 50-100 év, az 75. 75, oké. Okay. 200-300 év. Amíg megszólalásig a Westworldhöz hasonló robotokat fogunk. Akkor legyen 250. 250, igen. Jó. Szerintem én leszek a legoptimistább. Az az optimizmus? Én azt mondom, hogy 50 év. Ingyen jegy a parkban a győztesnek? Ja, aztán... Aztán aki túléli, az meg tudja. Ha ez összejön, akkor a vendégeim vagytok rá. Mondjuk király lenne.
Csabának nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt. Köszönöm. Tóth Csaba, a Republikon Intézet igazgatója, vezetője, sci-fi politológiája, fantasztikus világok szerzője, szerkesztője, ELTE AJK oktatója. Köszönjük, hogy itt voltál. Mi még visszajövünk, csak előtte megnézzük a második évad második részének az előzetesét, és utána még beszélünk róla egy picit. Do you even know what you were really guarding here? The real purpose of this place? You don't know, do you? But I do. There is an answer here to a question no one's ever even dreamed of asking. Do you want to see? This world is just a speck of dust sitting on a much, much bigger world. HBO Go. Próbáld ki egy hónapig ingyen. Hát megnéztük ezt a trélert, ezt az előzetest, ami a korábbiakhoz hasonlatosan túl sok minden nem lő el, viszont van benne egy érdekesség, amit kiragadnék, az pedig az, hogy feltűnik benne a William apósa, akit James Delosnak hívnak, úgyhogy ez arra enged következtetni, hogy itt a felrajzolt timeline-unkon a 30 éve és a lázadás közti időintervallumban, amit most így besárgázhatsz, vagy bármit csinálhatsz. Hát erre gondolunk, hogy ott ott ki fog derülni, hogy valójában William hogy is kaparintotta meg magát ezt a céget, és hogyan lett a Westworldnek az igazgatója. Plusz igazából én még abban egy kicsit gondolkodnék, hogy vajon miért jelenik meg ez az após? Szerintem azért, mert emlékszem, hogy milyen helyzetben lett utoljára Logant? Hát Logannek... Ugye Logan a körszakállas, hosszú fekete csávó, aki bele akarta vinni a rosszba Williamet, de végül nem sikerült. Bele akarta vinni a rosszba, meg akarta kápszival kínálni. Igen, mesztelenül látjuk, ahogy meg van kötözve, és William rácsap a paci seggére, és Logan elmegy a semmibe. De szerintem ott az csak egy ilyen feddő jellegű történet, hogy akkor még szívjál itt a parkban egy kicsit egyedül. Persze, csak szerintem van egy, tehát hogy én simán kinézem ebből a Logan gyerekből, hogy hazament sírdogálni. Igen, és akkor most jön a kőkemény apa, és oda csap, ahova kell. Más, neked mi volt még ebben a trélerben? Hát ugye láttunk egy tök fontos dolgot a trélernek a legvégén. Mévet, amint egy katonával iszonyat menő módon, végre megérkezünk a Shogunworldbe. Én ezt várom nagyon igazából. És hát akkor, ha már itt belengedtük, hogy itt ki fog derülni, hogy mi is volt azután, hogy William visszatért az apósával a parkba. Ugye ebben az epizódban is volt egy említés azzal kapcsolatban, hogy Dolores tudja, hogy mi van a kinti világban, mert már járt ott. És ez a jelenet is nekem azt jelenti egy picikét, hogy valószínűleg ez a William fiú, ez a szexrobotot, ezt kivitte a játszóházból és hazavitte. De minek? Hát azért is érdekes a kérdés, mert ugye Williamnek odakint van egy családja, tehát hogy azt tudjuk, hogy van egy lánya és van egy halott felesége, már öregkorában mondja ezt. Uh-huh. Amikor viszont William még fiatal, akkor még csak éppen készül megházasodni. Tehát ugye ez nagyon sokszor hangsúlyozzák, hogy neki mennyasszonya van odakint. Tehát ő még hivatalosan nem férjes feleség, ha valaha hazament, akkor mondjuk nem tudom, egészen fura dolgok keveredtek a fejembe, hogy miért visz haza. A leendő mennyasszony az valaki, egy android. Bár továbbra is lamentálhatunk azon, hogy megcsalásnak számít-e az, hogy lefekszünk egy humanoid robottal. Szerintem ezt írjátok meg kommentben. Viszont ha már kommentek, akkor ugye itt vannak reakciók az előzőleg felvetett dolgokra. William a tulaj, és tudjuk, hogy van egy lánya, és Charlotte vezérigazgató, szóval lehetne a lánya és így tulaj ő is. Igen, aztán itt a kommentelőink egymással is vitatkoznak. Zsolt azt írja, hogy mindenki másolat.
Wow, ez jó. Hogy ne legyen veszélyes a játék, mindenkinek a droid mása van bent, ahogy Bernard sem tudja, hogy ő is robot, és a többi játékos sem, úgy senki más sem, Ford megépíti a saját klónját is, ezért éli túl az évad végén. Ezért beszél gyerek alakban újra, és vélhetőleg a parkon túl maga a központ is a játék része. Erre Tina azt mondja, hogy Zsolt akkor sem Arnold, sem a minőségbiztosításos csaj nem tudott volna meghalni az első évadban. Zsolt nem fogja a golyó a játékosokat az első évadban, Billnek már vagy 10 alkalommal meg kellett volna halnia. Hát de azért nem fogja a golyó a játékos vagy a vendégeket, hogy ne haljanak meg. Tehát ennyi, azért mert ők élő emberek. Tehát nekem ez tetszik, egyébként ez a gondolatmenet, a bajom inkább az vele, hogy, tehát, hogy egy picit ebben érzem a Conteo hívőséget, tehát hogy a mindenáron valami fura dolgot lássunk bele ebbe a sorozatba. Abban egyetértek, hogy valószínűleg vannak olyan szereplők, akik önmagukról nem tudják, hogy másolatok, de nem hiszem, hogy azok az emberek lennének. Tehát itt az emberi élet az hogy mondjam, az annál sokkal óvatosabban van kezelve mindenki által, hogy csak ilyen könnyen, nem tudom, kiszorják őket. Tehát, hogy nekem bár tetszik ez az ötlet, de nem értek vele egyet teljesen. Szerintem ezzel kapcsolatban már mindent átrágtunk, bár még nagyon sokáig beszélhetnénk róla, legközelebb majd csak egy hét múlva tesszük ugyanezt, tartsatok velünk akkor is majd az aktuális rész kibeszélése zajlik, majd illetve lesz megint egy szakértő vendégünk, és Zsolt Érindi Dániel akkor is itt lesz. És Mocsocska Lászlót látták, hallották. Ez volt a Westworld kibeszélő első része, és hát kollégáimnak is megköszönöm, Maciné Dénesnek a kamera mögött, és László Viktóriának az adásrendezést. Egy hét múlva jövünk, gyertek velünk, akkor is, sziasztok! Ciao.